Köszöntöm Önöket, ma ismét két történettel készültünk. Szakács Eszter textilművész Gyergyóalfaluban él és alkot. Ő azon szerencsések közé tartozik, akinek kedvenc foglalkozása egyben a munkája is. Néhány évvel ezelőtt közelebbről is megismerkedett a batikolás technikájával, azóta szebbnél szebb munkái messze földre eljutottak. Hogy hogyan vált ismerté az alfalui lány a nagyvilág számára, azt megtudhatják a következő történetünkből. A gyergyóalfalui Szakács Eszter gyerekkorát Budapesten töltötte. Édesanyja már egészen korán észrevette kislánya érdeklődését a képzőművészet iránt, így művészeti tanfolyamra íratta. Hazaköltözésük után a Csíkszeredai Művészeti Liceumban folytatta tanulmányait. Ezek az évek meghatározóak voltak Eszter számára, hiszen ekkor alapozta meg mindazt, amivel ma foglalkozik. Ekkor sikerült kibontakoztatnia művészi énjét. Budapesten éltünk kiskoromban, az egy elég relatív rövid időszak volt, 7 év óvodáskoromban és 1-4 osztályban. És amikor 1-4-es voltam, akkor édesanyám beiratott egy művészeti iskolába. Ilyen iskola utáni tevékenységek voltak, ott rajzoltunk és ilyesmiket csináltunk. Kb. Úgy volt, mint a művészeti liceumokban, hogy amikor már a kisgyerekek kipróbálták, hogy ott miket lehet készíteni, akkor utána lehetett választani szakot. És akkor így kezdtem el textilezni. És az nagyon megtetszett, megszerettem, úgyhogy amikor később hazaköltöztünk 5. koromtól, akkor már nem is nagyon vetődött fel a kérdés, hogy én mit fogok csinálni, vagy milyen iskolába fogok járni, úgy valahogy egyértelmű volt, hogy mostantól kezdve én művészet is leszek. Az iskolai tanulmányok során textilművészként Eszter sok technikát kipróbált, míg meg nem ismerkedett a batikolással. Ekkor jött rá, hogy ez a festési, színezési folyamat áll a legközelebb a szívéhez. A 12. korunkban, mielőtt szakvizsgáztunk volna, azelőtt kezdtünk el batikolni textilórán. És az annyira megtetszett, úgy annyira jól sikerült, úgy egyből, és annyira úgy magaménak éreztem, tetszett, hogy véletlenszerű, tetszett, hogy nagyon színes, hogy az igazi alkotás csak akkor bújik elő, mikor már minden teljesen kész van, és le kell vasalni a viaszt, csak akkor úgy előbukkannak a vonalak. Ez úgy nagyon megragadott, úgyhogy hát akkor kezdődött, és onnantól kezdve úgy ki is tartok mellette. Eszter Temesvári Képzőművészeti Egyetemen végezte tanulmányait, majd tájépítész szakon mesterizett. A batikolás és a tájépítészet jól megfér egymás mellett, meséli a képzőművész, akit az alkotási folyamatban nagyon inspirál az egész környezete. Különösképpen a természet, a növények szépsége. Én úgy érzem, hogy van köze egymáshoz, mivel hogy mind a kettőben ott rejlik az én természet iránti, mondjuk úgy tiszteletem, de inkább szeretetem. A munkáimban is inspirációs forrásként nagy részt ott van a természet, az erdő, mint olyan, mint motívum, a növények, a virágok, az állatok, és ezt a természet iránti vonzalmat valahogy úgy éreztem, hogy valahogy másba is át kéne ültetni. Mindig vonzott a tájépítészet, csak azt úgy nem tudtam megengedni magamnak, hogy egyszerre párhuzamosan két szakot tanuljak, ezért úgy döntöttem, hogy majd csak mesteri alatt. Batikolt munkái mesések. Könnyedek, színesek, játékosak. A csodaszép darabok fáradtságos munkával készülnek, de ebben a folyamatban egyetlen pillanat sem hiába való. Ma mi is betekinthetünk a batikolás rejtelmeibe. Nagyon-nagyon régi ősi technika, és sok civilizációban találtak emlékeket, amik batikolásra, illetve erre a fajta textilfestési technikára utalnak, de mégis úgy tekintik, hogy Jáva szigetéről, Indonéziából származik. Ott még a mai napig batikolnak az asszonyok, tehát ott hatalmas hagyománya van, saját ruháikat és textiliáikat ők maguk készítik el. Viszont az egy sokkal időigényesebb folyamat, ahogy ők készítik. Eredetileg ezt úgy kell elképzelni, mint a tojásfestést egy picit, hogy világos színtől indulunk. Először a textilnek az alapszínét használjuk, megviaszozzák ott Indonéziában az asszonyok,
és választanak egy halvány szint, megfestik az egész anyagot, és utána folytatják a munkát a végtelenségig, míg elérnek ahhoz a legsötétebb színhez, amivel be akarják fejezni a munkájukat. Az én technikám az abban tér el, hogy én ötvöztem ezt a jávai batikolás technikáját a selyemfestéssel, tehát az én munkáim úgy készülnek, hogy megrajzolom a mintát, amit szeretnék, és kifestem az egyes színeket ecsettel. Tehát ez a folyamat, a textil festési folyamat jóval lerövidül, és sokkal többféle szín érhető így el, és nem szempont az, hogy a világos színtől a sötét fele haladva egy sötét alappal majd megszülessen a konkrét alkotás. Hát itt már kifeszítettünk egy párnához fehér anyagot, és már elkezdtem rajta dolgozni, ami azt jelenti, hogy a fehér vonalak azok már készen vannak. Ezek a drappos színű foltok, ezek viasszal be vannak már rajzolva. Ezek mind-mind hófehérek lesznek, vissza fog jönni az anyagnak a színe. És megfestettem már itt ezeket a motivumokat egy világosabb, pasztelesebb színnel. A viasznak a hőmérsékletével tudom szabályozni azt is, hogy milyen vastag vonalakat tudok húzni. Kétfajta szerszámomban van batikpipám és kesicém. A kesice az mindig ugyanolyan vonalat húz nagyjából. Arra kell ügyelni, hogy ne cseppenjen le, és hogy ne legyenek ilyen véletlenszerű dolgok rajta. Ez rózsaszín lesz, és most például bele fogok rajzolni ide ebbe a lilába, és akkor itt lesznek lila vonalaim majd benne. Most a nagyobb vonalakat megrajzolom batikpipával. A batikpipával vastagabb vonalakat tudok húzni, viszont gyorsan kell vele dolgozni, hogy ne terüljön szét, csak oda menjen, ahova én szeretném. Utána majd kesicét fogok használni, és a kesicével fogom az apróbb, precízebb mintákat megrajzolgatni. Ebből egy párna lesz. Nagyon oda kell figyelni mindig a viasznak a hőmérsékletére, mert amikor már például kezd kifogyni a pipából, akkor megtörténhet, hogy nem issza át az anyag, és akkor nem marad meg a vonal. Tehát akkor újra kell rajzolni. A kesicét azért szeretem, mert nagyon szép grafikus dolgokat lehet kihozni belőle. Tehát itt vannak a festékek. Egy zöldes árnyalatú festéket fogunk kikeverni, úgyhogy szükség lesz hozzá sárgára és kékre. A festék keverése az úgy történik, hogy kimérem. Hát nem szoktam mérni igazából, akkor szoktam csak mérni, hogyha tudom, valamiről biztosan, hogy majd még fogok belőle sokat készíteni, akkor úgy sacper kb. Megmérem, de általában úgy szemre szoktam beletenni a festéket, már tudom, hogy kb. Mennyi kell. Teszek egy pici kéket, és akkor a kék után teszek egy leheletnyi sárgát is. Így. És akkor feltöltöm egy pici vízzel. Attól függően, hogy milyen intenzitásot szeretnék, attól függően teszem hozzá a vizet. Karom. Ezek nagyon jó minőségű festékek, és hideg vízben is tökéletesen oldódnak, és nagyon hamar, tehát nem kell velük sok időt eltölteni. És akkor kipróbálom, úgy nagyjából sejtem, hogy milyen lesz. Most én egy ilyen türkizesre gondoltam, hogy azt keverjünk ki. Egy ilyen halvány türkiz lett belőle, de erről azt kell tudni, hogy ez nagyon-nagyon sokat fog még világosodni, ahogy megszárad. Én már úgy nagyjából tudom előre, hogy mire számíthatok, tehát hogy ez hogy fog kinézni. A viaszos kesice és az anyag találkozása mindig lenyűgöző. Az indázó motívumok, a színek kavalkádja különleges élményt nyújtanak nem csak az alkotónak, hanem a szemlélőnek is. Elsősorban mondjuk színekről azt rövidre tudom fogni, mert minden színt szeretek, tehát az elején, amikor még keveset batikoltam, akkor volt a kedvenc színeim. Tehát ez így a mindennapi életben is így megnyilvánult az öltözködésemben is minden területen, de most már tényleg mióta batikolok, azóta az összes színt szeretem, és minden szín a kedvencem, és formákban említettem, hogy leginkább a természet inspirál, viszont azon kívül a keleti kultúrák, azok mindig is vonzottak.
különböző kultúrák, úgy a mentalitásuk is a keleti népeknek, mint a motivumaik, a forma és színviláguk. Inkább ez az, ami megfog bennük, amilyen színeket ők használnak, és amilyen mintákat. És ugyanakkor egy picit a mi kultúránkból is, nyilvánvalóan a hagyományainkból inspirálódok, építkezek, és igyekszem beépíteni valahogy őket az én világomban. A fiatal képzőművész alkotásai a világ szinte minden tájára eljutottak. Amerika, Pakisztán, Németország, Hollandia, Svájc, és még sorolhatnánk azokat az országokat, ahol találkozhatunk egy-egy olyan táskával, párnával, terítővel, dísztárgyal, amit Eszter készített. Hát mindenképpen elsősorban online felületet használok, nagyon ritkán mutatkozok meg vásárokban, csak különleges alkalmakkor, és hát ugye online a világ bármelyik pontján élő vásárlót meg lehet szólítani, hogyha az ember éppenséggel erre törekszik. Így valóban sikerült elérnem azt is, hogy Pakisztánba, Új-Zélandra is utazzon párna, Európa több országába, és mindenfele. Ezek közül, a vásárlók közül sokan vannak olyanok, akik valamikor itt éltek, tehát székelyföldiek, vagy legalábbis romániaiak, illetve magyarországiak, és kitelepedtek, és akkor ott oda rendelnek terméket, de viszont vannak idegenek is, akikkel így angol nyelven egyeztetünk részleteket, és akkor postázom nekik az általuk rendelt termékeket. Viszont zömében azt mondhatom el, hogy még mindig a romániai, illetve azon belül székelyföldi megrendeléseim vannak többségben. Eszter a világon bárhol batikolhatna, de számára nagyon fontos a család közelsége, a hely szeretete. Nagyon sokat éltem máshol, és most jól esik, hogy így az utóbbi, lássuk csak 3 évben itthon voltam, mivel hogy eddig az életemben valóban nem volt ilyen hosszabb periódus, amit itthon tölthettem. Tehát mindenképpen jól esik, igen. Viszont nyitott vagyok arra is, hogyha úgy adódik, akkor elutazom. Tehát azért ragaszkodom ahhoz, hogy itthon legyek, és hát örömmel tölt el az, hogy tényleg érzem azt, hogy itthon is meg tudok lenni. Tehát, hogy nem kell ahhoz föltétlen elutazni külföldre, hogy az ember tudjon érvényesülni. Eszter kreációi mindig mesélnek. Minden darab egy különleges fantáziautazásra hívja a szemlélőt. Az alkotónak pedig az a legnagyobb elégtétel, ha ez az utazás elvarázsol, megörvendeztet bennünket, azaz, ha a munkái valóban tetszenek a megrendelőnek. Hát tulajdonképpen ez egy fantáziavilág. Ez az én világom. Lehet, hogy egy kicsit színesebb, és egy kicsit bonyolultabb, mint a hétköznapok, de azt hiszem, hogy nekem pont erre van szükségem, és lehet, hogy az én színes világom és fantázia világom az talán másnak a világára is jó hatással tud lenni. Egy kicsit szintés hangulatot lop talán az emberek életében. 2 egyforma tárgy ezzel a technikával nem tud készülni. Másrészt viszont talán a vonalvezetés, a formák és a színkombinációk, amiket használok, azok úgy gondolom, hogy nem mindennapiak, de viszont elsősorban maga a technika. Tehát ezzel a technikával így ebben a formában kevesen alkotnak. Ez talán a legnagyobb különlegessége. Az álmok valóra válhatnak, meséli Eszter. A titok a következetes, kitartó munkában rejlik. Még nincsen egészen 2 éve, hogy elkezdtem ezt így munkálkodni. Azelőtt csak hobbiból, vagy ajándékba, vagy ilyesmi alkalmakkor készítettem. És mivel egyre több és több a rendelés és a pozitív visszajelzés, ezért úgy gondolom, hogy valószínűleg lesz jövője, és talán ez egy járható út. Ha esetleg úgy hozná a sors, hogy valami miatt nem tudnám már értékesíteni őket, vagy valami egyébbel kéne foglalkoznom, valószínű, hogy hobbiként akkor is megmaradna. De
hogyha most így elképzelem a jövőmet, akkor úgy gondolom, hogy ki fogok tartani mellette, és nem szándékozom egyáltalán abba hagyni. Sőt, vannak terveim a jövőre nézve is, újdonságok, amiket szeretnék kipróbálni, és úgy megvan előttem az út, amit szeretnék járni, lássuk, hogy sikerülni fog-e. És pontosan azért, tehát ebben a második kérdésedre a válasz már benne is van, hogy azért szeretném ezt folytatni, mert számomra ez egy hatalmas öröm, hogy azzal foglalkozhatom, tehát hogy az tud lenni a munkám, amit mindig is szerettem csinálni. Régen olyan álomszerűnek tűnt, és úgy gondoltam, hogy ez nem is kivitelezhető, mivel hogy elég sok negatív véleményt hallottam ezzel kapcsolatban, hogy ó, hát ilyesmiből nem lehet pénzt csinálni, nem lehet belőle megélni, ez csak szórakozás, és én még mai napig is próbálom magamnak bizonygatni, hogy de igenis ezt meg lehet csinálni, mert azt mutatja a sok rendelés, és a sok vásárló, aki örül az általam készített terméknek, ez mind arra utal, hogy van értelme. És nagyon nagy örömmel tölt el, amikor dolgozom. Egyrészt megnyugtató is, másrészt pedig úgy teljesen ki lehet közbe kapcsolódni, és még hogyha közben arra is gondolok, hogy én most tulajdonképpen dolgozok, tehát hogy ezt én most nem szórakozásból csinálom, az tényleg nagyon jó érzés. A 17 éves ákosfalvi Jakab Roland a hegedű mellett nőtt fel. Fiatal korához képest már számos versenyt tudhat maga mögött. Igaz, jó mentora volt, hisz édesapja, aki szintén zenész, már gyerekkora óta figyelemmel kísérte Roland zenei tehetségének kibontakozását. Így a virtuózó komoly zenei tehetségkutatóra már elég magabiztosan jelentkezett. Az ide vezető útról, a zenélés fontosságáról kérdeztük. Roland egy olyan családból származik, ahol mindenkinek köze van a zenéhez. Jelenleg a Marosvásárhelyi Művészeti Liceum diákja, ami valahol természetes is, hiszen gyerekkorától fogva a hegedű mellett nőtt fel. Így nem is volt kérdéses, hogy édesapja nyomdokaiba lépve a zenei pályát válassza. A zenész családban születtem, az egész családom zenész, édesapám hegedűs, nagybátyám zongorista, nagytatám harmonikás, és végül is kiskorom óta mellettem volt a hegedű, és mindig nagyon szemeztem a hegedűvel, és 7 éves voltam, amikor először fogtam hegedűt a kezemben, és édesapám terelt erre a pályára, hogy hegedűjek. Én zongorázom is a hegedülés mellett, de a hegedű az nekem egy olyan hangszer, ami így a szívemhez nőtt, mivel hogy a hegedűvel nőttem fel, hegedű mellett keltem, hegedű mellett feküdtem. Édesapám egész nap gyakorolt, azt hallottam, ahogy a hegedű megszólal, és mond így a szívemhez nőtt ez a hangszer. Így nem úgy fogom fel, mint egy hangszert, hanem mint egy lelki értéket. Jakab Attila, Roland édesapja ismert prímás, aki kellő szigorral egyengeti fia pályáját. Ám emellett kettőjük kapcsolata igen bensőséges és baráti, meséli az ifjú tehetség. Végül is édesapámmal nem olyan kapcsolatunk van, hogy apa és fia, mivel hogy úgymond kicsi a korkülönbség közöttünk. Emiatt nagyon jól tudunk egyezni, és nagyon sok dolgot meg tudunk együtt beszélni, de viszont ő a legnagyobb kritikusom is. Sose azt nézi meg, hogy mi volt jó abban, amit játszottam, hanem mindig csak a rosszat említi, de ezért nem tudok ráharagudni, mert ezzel csak, hogy így figyelmeztet, ezzel ő csak jót akar.
Míg más gyermek rajzfilmmel vagy mesével, addig Roland a kalotaszegi népzenével aludt el. 4 éves koromból van egy emlék, hogy így este volt. Édesapám így hallgatta a kalotaszegi hajnali muzsikákat, emlékszem, hogy pontosan a kiskertemben van egy kisfát. Így hallgatom, és akkor így egyszer csak elkezdek könnyezni, és így elaludtam. Én azt mondom, hogy zenével születtem, és zenével is fogok meghalni. A népzene mellett Roland átfogó komoly zenei tudással is rendelkezik. Tehát a klasszikus zenét imádom a legjobban, tehát amióta az eszemet tudom, csak klasszikus zenét hallgatok. Tehát az egy olyan zenei műfaj, amellyel tényleg be is tudod bizonyítani, hogy mennyire vagy jó abban, amit csinálsz, és amivel ki tudod mondani azokat a dolgokat, amik neked fájnak, úgymond, és ahol ki tudod adni a lelked. A tehetség mellett kitartó munkára is szükség van, meséli a fiatal művész, hiszen a sok órás gyakorlás nélkül nem tudna versenyben maradni a legjobbakkal. Roland sokat köszönhet tanárainak is, akik segítették a fejlődésben. Kiskoromban az egész zenét és az egész hegedűs nem úgy fogtam fel, mint egy kötelező dolgot, vagy egy úgymond hivatást, hanem úgy fogtam fel, mint egy játékot. Tehát kiálltam a színpadra, és egyszerűen nem izgultam, mert nem úgy fogtam fel, hogy én most, nekem most bizonyítanom kell, hanem hogy játszok. És hogy jól kell játszanom. Utána pedig telt az idő, nőttem, és megértettem, hogy a zene az nem csak egy játék, hanem egy olyan dolog, amivel érzéseket lehet kifejezni, és amivel pedig nagyon fontos ott lenni, és nagyon figyelni a dolgokra. És a céljaim eléréséhez persze a legfontosabb az, hogy gyakoroljak és tudatosan hegedüljek. Tehát nem úgy játszok, hogy játszok, de másfele járkál az agyam, vagy másra koncentrálok, hanem amikor játszok, akkor a hegedűre koncentrálok, és arra, amit át akarok adni. Van egy tanár, aki nekem azt mondta, hogy a tehetség 5%-ot számít egy ember életében, és a többi 95 pedig az ő munkáját képviseli. Tehát hiába vagy tehetséges, hogyha nem gyakorolsz, hogyha nem csinálod azt, amit kell, mert nem fog érni semmit. A hegedű tanárnőm elsősorban az, akinek nagyon sokat még köszönhetek, mert ő foglalkozott velem, ő tanított meg mindenre. Édesapám is tanított, csak hogy édesapám ő a kalotaszegi zenében van a legjobban otthon, így egy pedagógusnak persze jobban megy. Nagybátyám nagyon sokat ösztönzött, akkor a Molnár Levente énekművész úr, a Molnár Csaba fia, Csíkszeredából, nagyon sokat segített azzal, hogy a virtuózokat, szervezett egy virtuózok válogatást Csíkszeredában. Ez egy nagyon nagy segítség volt, nem csak nekem, hanem az összes erdélyi versenyzőnek, akik részt vettek a versenyen, hogy ezáltal tudjunk kitörni. A virtuózok komoly zenei tehetségkutató egy újabb mérföldkő volt a Roland életében. Erdélyiként kihívás volt részt venni a legjobbak között, és a siker nem maradt el, hiszen egészen a döntőig jutott. Ezelőtt másfél évvel, amikor elindult a verseny, már szerettem volna jelentkezni, de nem tudtam pontosan, hogy milyen jellegű verseny. Láttam, hogy komoly zenei verseny, de gondoltam arra, hogy megnézem előbb, és hogyha lesz még szériája, akkor jelentkezem. Eltelt az első adás, egyből megtetszett, és ki is tűztem már akkor magamnak, hogy a következő szériában elindulok. A Mornár Leventének és az RMDS-nek köszönhetően sikerült azt megtenni, hogy legyen egy ilyen székelyföldi virtuózok turné, amelyben egyben még egy előválogatás is volt a gyerekeknek, és egy új lehetőség arra, hogy könnyebben kijussanak a versenyre. Ugyebár Csíkszeredában volt a válogatás, és oda mentem, játsztam, tehát nagy tapsot kaptam, nagyon tetszett az embereknek, és így rá így olyan másfél-két hónapra fel is hívtak, hogy na igen, Jakab Roland, te bejutottál az elődöntőbe, és kell gyere, hogy bizonyíts. Ami gondolom, hogy egy nagyon jó érzés volt. Hát nem mondjam azt, hogy szinte kiugrottam a bőrömből, amikor meghallottam azt, hogy bejutottam.
A zsűri többször is jelezte, Roland játéka annyira természetes és könnyed, hogy szinte már bosszantó, milyen egyszerűen áthidal egy-egy nehezebb feladatot is. A játékosság mögött nem napok, nem hónapok, hanem évtizedek gyakorlata van. És ahhoz, hogy egy ember érje el azt, vagy egy szólista érje el azt, hogy könnyedén játszon és tűnjön a nézőknek, vagy akár a zsűrinek játékosnak, ahhoz nagyon sok munka kell legyen a kezében. De emellett, a munka mellett még ott van egy olyan dolog, hogy kell érezni a zenét, és nagyon megfontoltan kell végigvinni a frázisokat, de a legfontosabb az, hogy tudd azt, hogy a zeneszerző milyen volt, tudj a zeneszerző életéről, és hogy tud beleélni magad. Roland a hangszerével mesél, a zenéje által kommunikál környezetével. Beszélgetésünk során úgy fogalmazott, élete a hegedű és a zenei pályán nagy tervei vannak. Úgy lehet a legkönnyebben átadni azokat az érzéseket és azokat a meséket, amelyeket a zeneszerző leírt, hogyha te megérted a zeneszerző akkori lelki állapotát, amikor írta azt a bizonyos művet, és meg tudod élni vagy érezni azt, amit ő érezhetett akkor, amikor írt ezt a művet. A legnagyobb tervem az, hogy befejezem a zeneiskolát, jussak ki egy magasfokú zeneakadémiára. Tervben van New York, a Juilliard Egyetem, a Moszkvai Zeneakadémia, a Kölni Zeneakadémia, és az életcélom pedig az, hogy szólista legyek. Egy híres szólista legyek, akinek a koncertjein nem úgy vannak az emberek, hogy így álmosan így beülnek, így végighallgatják, és a végén így csak lazán megtapsolják, hanem akinek a koncertjei erőn eljönnek az emberek, és végigfigyelnek. És nem arról szól az egész koncert, hogy jaj, ennek csörög a telefonja, az kölyök, hanem végig figyelnek. Ma Szakács Eszterrel beszélgettünk a batikolás technikájának a szépségéről, majd Jakab Roland hegedűművésszel ismerkedtünk meg közelebbről. Erdélyi történetekkel jövő héten is várom Önöket a viszontlátásra.